A Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által közösen szervezett, idén már 10 éves Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program, a magyar gazdatársadalom önzetlen segítő szándékú összefogása. A program keretében Magyarország területéről és a Kárpát-medence magyar lakta régióiból ajánlanak fel búzát határon innen és túli magyar gyermekeket segítő szervezetek számára. Jelentkezők is vannak. Nem egy verseny a megyei között, de azért az jól esik, hogyha ha nem is nagy mennyiségű, de minél jobban javul azoknak a száma, akik ebben a programban részt kívánnak venni. Már a tavalyi évben is, itt a megyében is 11 szervezetnek adtunk mi is, akik a karácsony előtti időszakban az arra rászorulóknak széjjelozták. Most is az a gondolatunk, hogy amit a körülbelül 60%-a begyűjtött mennyiségnek itt marad nálunk, azt ugyanazoknak a szervezeteknek fel fogjuk ajánlani, akik tavaly is szétosztották a rászorulóknak. Még egyszer hangsúlyoznám, az a lényeg, hogy minél többen érezzik azt, és ha megtehetik, hogy segítsenek azon, akik erre rá vannak szorulva. Trianon 100 éves évfordulóján hála a magyar gazdáknak, mostanra az egész Kárpát-medencében elmondhatjuk, hogy egy kenyéren vagyunk. Külön aktualitású ez a 2020-as esztendőben, amelyet az országgyűlés a nemzeti összetartozás évének nyilvánított, hangzott el a programot bejelentő múlt heti sajtótájékoztatón. A szervezők a program közel egy évtizedes sikereihez hasonlóan idén is számítanak a magyar gazdák jótékony adományaira. A koronavírus okozta helyzetben a búza felajánlás mellett kiemelten számítanak a Magyarok Kenyere Alapítványhoz érkező pénzadományokra is, hogy idén is több tízezer gyermek ellátását biztosíthassák, és vetőmagadományaikkal segíthessék kárpátaljai gazdatársaikat, olvasható az Agrárkamara weboldalán.